Frederick Forsyth, Ikon, 11. rész. Augusztus nem épp főszezonja a St. James-en, a Piccadilly-n és a Pall Mallen működő elegáns kluboknak. Augusztus a szabadságolások hónapja, a személyzet nagy része a családja körében tölti, a tagság fele pedig vidéki vagy külföldi birtokán. Sok klub lezár, azok a tagok pedig, akik valamilyen oknál fogva Londonban maradnak, azokba a két oldalú megjegyzések által biztosított intézményekbe járnak ebédelni és borozgatni, amelyek ilyenkor is nyitva tartanak. A hónap utolsó napjára azonban ismét megnyitotta kapuit a White, és ide hívott meg ebédelni Sir Henry Combs, egy nála 15 évvel idősebb férfit, aki posztján a Secret Intelligence Service vezetői tisztségében egyik elődje volt. A 74 esztendős Sir Nigel Irvine már 15 éve kilépett a testület kötelékéből. E 15 év első 10 évében még befolyásos tényező volt Londonban, ami azt jelentette, hogy elődeihez és utódaihoz hasonlóan élve tapasztalatával, a hatalom köreiben szerzett ismereteivel és vele született kitartásával jó néhány igazgatóságban szerzett helyet magának, ami némi ellentételezést jelentett számára előre haladott korával szemben. Az említett ebéd meghívás előtt 4 évvel végül is végleg visszavonult a Dorseti Swanage közelében fekvő birtokára, írogatott, olvasgatott, sétálgatott a Lamás csatorna kiépítetlen partján, néha napján pedig bevonatozott Londonba a barátaihoz. Barátai, akik között sok jóval fiatalabb is akadt, mind elismerték, hogy Sir Nigel még mindig eleven, tevékeny ember, az esze vág, mint a borotva. Legközelebbi barátai és ismerősei azt is tudták róla, hogy régi módi udvariassága acélos, időnként könyörtelenséggé fajuló akaratot leplez. Henry Combs dacára köztük lévő korkülönbségnek nagyon jól ismerte. Mindketten orosz specialistaként indultak Irvine távozása után a CIS főnöki tisztsége két orientalistára, majd egy arab szekértőre szállt, és csak Henry Combs hivatalba lépésével került ismét olyan ember a főnöki karosszékbe, aki a Szovjetunióval szemben folytatott küzdelemnek szentelte életét. Nigel Irvine főnöksége idején Combs Berlinben dolgozott, ahol kiváló gyakorlati embernek bizonyult. Agyafurtságának minden előnye megmutatkozott a KGB NDK-beli hálózata, és az NDK kémfőnöke Markus Wolf ellen vívott játszmákban. Odalenn a zsúfolt étteremben Irvine beérte annyival, hogy társalgásuk a szokásos csevegés szintjén maradjon, mindazonáltal furdálta az oldalát, miért kérte egykori protezsátja, hogy üljön vonatra, és egyetlen ebéd kedvéért bumlizzon be a kánikulai Londonba. Combs azonban csak odafent, az egyik St. James Streetre néző ablakhoz telepedve hozta szóba a meghívás célját. Valami bűzlik Oroszországban, mondta. Méghozzá meglehetősen, ha igaz, amiket a lapokban olvasok, felelte Irvine. Combs elmosolyodott, pontosan tudta, hogy volt főnökének a napilapoknál sokkal jobb hírforrásai vannak. Nem terhelem a részletekkel, folytatta, legalábbis itt és most nem. Épp csak nagy vonalakban vázolnám, miről volna szó. Természetesen, mondta Irvine. Combs vázolta, mi minden történt az elmúlt 6 hét folyamán, Moszkvában és Londonban. Az utóbbit kísér részletesebben. A kis ujjukat sem mozdítják, ez a végleges döntés. Bármilyen sajnálatos is, jöjjön, aminek jönnie kell. A mi nagyra becsült külügyminiszterünk 2 napja minden esetre így mondta nekem. Tartok tőle, hogy túlbecsül, ha úgy véli, képes vagyok némi életet lehelni a King Charles Street-i mandarinokba, mondta Sir Nigel. Én már csak egy öreg nyugdíjas vagyok. Van nálam 2 dokumentum, örülnék, ha vetne rájuk egy pillantást, mondta Combs. Az egyik egy részletes jelentés a történtekről, már amennyire fényt tudtunk deríteni rájuk.
Az ügy ott kezdődött, hogy egy derék, de ostoba öregember ellopott egy dossziét Komarov titkárának asztaláról. Mert el tudja olvasni, helyes következtetésre jutottunk-e, amikor úgy gondoltuk, hogy ez az úgynevezett fekete manifestum valódi. És a másik anyag? Maga a manifestum. Köszönöm a bizalmat, és mit csináljak velük? Vigye haza, olvassa el mindkettőt, aztán mondja meg, ön hogyan látja. Miután a lekváros rizspuding üres csészeit elvitte előlük a pincér, Sir Harry Combs kávét rendelt, és két pohárral a klub portójából, egy különlegesen zamatos fonszekából. És a történetesen magam is úgy találom, hogy ez a rettenetes manifestum valódi, akkor mi lesz? Arra gondoltam, Nigel, hogy nos, hogy azok az illetők, akiket jövő héten tudomásom szerint Amerikában fölkeres. Jóságos ég, Henry, erről még magának sem volna szabad tudnia. Combs elhárítólag intett, de örült, hogy sejtelme beigazolódott. A tanács tehát valóban összeül, és a tanácskozáson Irvine is ott lesz. Ahogy mondani szokás, kémeim ott vannak minden fa mögött. Akkor örülök, hogy az én időm óta nem sokat változtak a dolgok, mondta Irvine. Nos, rendben van. Tételezzük fel, hogy találkozom néhány emberrel Amerikában. És? Ezt önre bízom, az ön ítéletére. Ha ön szerint ez a két dokumentum szemétre való, kérem, égesse el mindkettőt. Ha úgy találja, hogy magával kell vinnie, vigye. Minden esetre roppant érdekes. Combs egy lapos lepecsételt csomagot vett elő az irattáskájából, és átadta. Irvine a saját táskájába tette, azok mellé a holmik mellé, amelyeket ebéd előtt vásárolt, a John Lewis-nál néhány előnyomott vásznat vett Lady Irvine-nak, aki téli estéken szeretett párnákat hímezgetni. Az előcsarnokban elváltak egymástól. Sir Nigel Irvine taxiba ült, hogy még elérje a dorzati vonatot. Langley, 1989. szeptember. Miután Aldrich Ames visszaköltözött Washingtonba, a KGB kémeként befutott elképesztő 9 évi pályafutásából még 4,5 év hátra volt. Szinte fürdött a pénzben. Új életét azzal kezdte, hogy vett készpénzért egy félmillió dolláros házat, a CIA parkolójába pedig egy vadonatú jaguárral állt be. Mindezt évi 50 000 dollárból. Senkinek sem tűnt fel. Róma ugyan Nyugat-Európához tartozott, de mivel Rómában a szovjet osztályon dolgozott, Ames a létfontosságú szovjet-kelet-európai osztályra került vissza. A KGB-nek nagyon fontos volt, hogy ott maradjon az osztályon, ahol megfelelő jogosultsággal egyszer még majd újra belenézhet a 301-es dossziékba. Ez azonban komoly problémába ütközött, mivel Milton Burden is visszatért Afganisztánból, ahol a szovjetek elleni titkos háborút irányította. A szovjet-kelet-európai osztály vezetőjeként első lépése az volt, hogy megpróbálta eltávolítani Ames-t. E próbálkozásában, mint előtte már többek, kudarcot vallott. Ken Mulgrew, a született hivatalnok addig-addig kapaszkodott fölfelé a szamárlétrán, míg végül a személyzeti osztály főnöke nem lett. Ebbeli minőségében nagyon komoly mértékben befolyásolta a kinevezéseket és beosztásokat. Hamarosan felújította Ames-el az ivó cimborosságot, ráadásul Ames-nek most már mindenből csak a legjobb felelt meg. Burden Mulgrew miatt volt kénytelen ott tartani az osztályán Ames. A közben eltelt időben a CIA számítógépre vitte bizalmas anyagai legnagyobb részét, féltve őrzött titkait, minden idők legmegbízhatatlanabb találmányára bízta. Ames Rómában beleásta magát a szakirodalomba, nem volt szüksége másra, csak a jelszóra, és a 301-es dossziék feltárultak előtte. Még csak az íróasztalától sem kellett felállnia. Elmúltak már a műanyag tasakos idők, és a titkos anyagok kivételét sem kellett aláírásával igazolnia. Az első pozíció, ahová Mulgrewnek sikerült Ames benyomnia, a szovjet divízió külső műveleti csoportjának vezető posztja volt. A külső műveleti azonban csak olyan szovjet szállítókat foglalkoztatott, akik a Szovjetunió és a szovjet tömb területén kívül tevékenykedtek. Ebbe a körbe
Nem tartozott bele Lisande, a magányos harcos, aki ebben az időben már a KGB kelet-berlini kádirektorátusát vezette, és nem tartozott bele Orion, a vadász sem, aki Moszkvából, a honvédelmi minisztériumból szállított. Delphi, az orákulum a moszkvai külügy legmagasabb köreiben mozgott, a negyedik pedig, aki Amerikába készült, egy zárt nukleáris kutatóbázison dolgozott valahol Moszkva és az Urál közt. Ames, élve a pozíciója kínálta lehetőséggel, gyorsan körülszimatolt a Monkot, aki, mint GS-15-ös rangban immár egy fokkal fölötte állt. Nem talált semmit. Az azonban, hogy a külső műveleti csoport anyagai közt semmi sem utalt Monkra, jelentett valamit. Hogy Monk a Szovjetunión belül futtat szállítót vagy szállítókat. A többit elmondta neki Scuttlebutt és Monroe. A cégnél az a hír járta, hogy Monk a legnagyobb játékos, az osztály legnagyobb reménysége. Azt is rebesgették róla, hogy mindig egyedül dolgozik, a maga útját járja, a maga módszereivel oldja meg a dolgokat, súlyos kockázatokat vállal, és már rég kipenderítették volna, ha nem tud egy valamit felmutatni. Eredményeket. Mégpedig egy olyan szervezetnél, amely egyre kevesebbet és kevesebbet produkál. Mint minden telivér aktatologató, Mugro is utálta Monkot. Utálta a függetlensége miatt, utálta, mert nem volt hajlandó három példányban kitöltögetni formanyomtatványokat, de legfőképpen azért utálta, mert látszólag immunis volt az olyan panaszokra, amelyeket ő és a hozzá hasonlók terjesztettek be ellene. Ames rájátszott erre az utálatra. Kettejük közül ő bírta jobban az italt. Kettejük közül ő volt képes az alkoholtól párás szemmel is gondolkodni, amikor Mulgrónak már megoldódott a nyelve, és nagy lett a mellénye. Így történt ez 1989. szeptemberében is, amikor egy este a beszélgetés megint a fiatal Virginiaira terelődött. Mulgró fröcsögni kezdett. Úgy hallotta, Monk valami nagy kutyát futtat, akit pár éve Argentinában szervezett be. Sem az illető neve, sem a fedő neve nem volt ismeretes. Mindegy, a KGB majd kideríti a többit. A nagy kutya legalább követségi másodtitkárt jelent, vagy attól fölfelé valakit. A pár éve másfél-három évet sejtett. A moszkvai külügy utána nézett, kik állomásoztak az utóbbi években a Buenos Aires-i követsége. 17 ember jöhetett szóba. Ames súgása, miszerint az illetőt hazarendelése óta nem rendelték külföldre, 12-re szűkítette a kört. A KGB belső elhárítása a CIA-nál működővel ellentétben nem egy finnyás testület. Utána néztek a privát dolgoknak. Ki jutott hirtelen pénzhez, kinek emelkedett az életszínvonal, kivásárolt esetleg egy kis lakást. Szép nap volt az a szeptember elseje, a La Manche csatorna felől enyhe fuvallat lengedezett. A sziklaszirtek és Normandia távoli partja közt nem látszott más, csak a szélborzolta, tajtékos hullámú tenger. Sir Nigel a Dursland Head és az Albans Head közt futó parti ösvényen sétálgatva szinte itt a sós tengeri levegőt. Évek óta ide járt legszívesebben sétálni, vérpesdítőleg hatott rá a füstös tárgyalótermek után, vagy egy-egy olyan éjszakát követőleg, amelyet bizalmas anyagok tanulmányozásával töltött. Úgy érezte, ezek a séták kiszellőztetik a fejét, a szél elfújja a lényegtelen és megtévesztő tényezőket, és ezáltal képes lesz a dolgok leglényegére összpontosítani. Az éjszakát a Harry Combs-tól kapott két dokumentum olvasásával töltötte, mindkettő megdöbbentette. A nyomozás azonban, amelyet a Miss Stone kocsijába hajított dosszié ügyében folytattak, kiváltotta elismerését. Ő is így csinálta volna. Halványan rém lett neki Jock MacDonald. Egy olyan kölyökképű újonc volt, ide-oda küldözgették a Century House-ban. Azóta nyilván hosszú utat tett meg, följebb lépett. A következtetésével is egyetértett. A fekete manifestum nem hamisítvány és nem is tréfa. Ismét a manifestumra terelődtek a gondolatai. Ha ez a demagóg orosz valóban meg akarja valósítani ezt a tervet, valami olyasmi várható, ami ifjúsága egyik legborzasztóbb emlékét idézi fel. 18 éves volt,
amikor 1943-ban végre beléphetett a brit hadseregbe, Olaszországba vezényelték. A Monte Cassino-i nagy előrenyomulásban megsebesült, visszaszállították Angliába, ahol hiába tiltakozott, mondván szeretne visszakerülni az egységéhez, áthelyezték a katonai hírszerzésre. Épp csak betöltötte a 20-at, amikor hadnagyi rangban a 8. hadsereg kötelékében átlépte a Rajnát, és olyasmiket tapasztalt, amiket ebben az életkorban, valójában semmilyen életkorban nem lett volna szabad megélni. Egy döbbent gyalogsági őrnagy rendelte magához, hogy nézze meg, mire bukkantak a menetelés közben. A Bergen-Belseni koncentrációs tábor nála idősebb embereknek is olyan rémálmokat okozott, amelyektől soha életükben nem tudtak megszabadulni. Szent Albenhednél rákanyarodott arra az ösvényre, amely egy kis halászfalu Acton felé vezetett. Úgy tervezte, ott ismét elkanyarodik, és rátér a Langdonmaa Traverse felé vezető gyalogösvényre. Mit csináljon? És ha cselekszik, milyen esély van rá, hogy bármilyen hatása is lesz? Égesse el a dokumentumokat, és egyszer is mindenkorra felejtse el az egészet? Nagy kísértés volt. Vagy vigye magával Amerikába, kockáztassa meg, hogy kinevetik a bölcsvének, akikkel a hétvégét fogja tölteni? Riasztó gondolat. Kiakasztotta a kertkapu kampóját, és odaballagott a kis konyhakerthez, ahol Penny nyaranta gyümölcsöt és zöldséget termesztett. Az ágyások mellett tűz pislákolt, ágak, kerti hulladék, a közepén azonban vörös parazsak izzottak. Milyen könnyű is volt közéjük vetni a két dossziét, és aztán elfeledkezni róluk. Tudta, hogy Harry Combs sosem hozná többé szóba a témát, sosem kérdezné meg, mit csinált az anyaggal, sosem kérdezné, hogy állnak a dolgok, sőt, soha senki meg nem tudná, honnan származtak ezek a dokumentumok, mert egyikük sem beszélne róluk soha. Ez benne van a játékszabályokban. Hát itt vagy végre! A felesége szólt ki a konyha ablakból. A tea a nappaliban van. Voltam a faluban, hoztam muffint, meg lekvárt. Helyes, szeretem a muffint. Nekem is úgy rémlett. A férjénél 5 évvel fiatalabb Penelope Irvine valamikor feltűnő szépség volt, csapatostól jártak utána gazdagabbnál gazdagabb férfiak, ő azonban valamilyen oknál fogva egy kispénzű hírszerző hadnagyot választott, aki verseket olvasott föl neki, és akinek minden látszólagos félszegsége ellenére úgy működött az agya, akár a számítógép. Született egy fiú, egyetlen gyermek, rég meghalt már, elesett 1982-ben a Falklandi háborúban. Próbáltak nem sokat gondolni rá, leszámítva a születése és a halála napját. Az alatt a 30 év alatt, amit Irvine a titkosszolgálatnál töltött, Penelope türelmesen várta férjét, míg az a Szovjetunióban dolgozó ügynökeit irányította. Vagy várt a berlini fal árnyékának dermesztő hidegében, hogy valamilyen derék, de ilyet férfi áttámoljon az ellenőrző ponton, és átlépjen Nyugat-Berlin fényeibe. Amikor Irvine hazatért, a kandallóban mindig lobogott a tűz, az asztalon ott várta a muffin. 74 éves korában még mindig szépnek találta a feleségét, és nagyon szerette. Leült, és a tűzbe révedezve falatozni kezdett. Megint elmégy, mondta halkan az asszony. Azt hiszem, muszáj. Mennyi időre? Csak néhány napra Londonba, aztán egy hétre Amerikába. Hogy aztán mi lesz, nem tudom. Valószínűleg nem megyek el többé. Menj csak, én el leszek, rengeteg a kertben a dolog. Ide csöngetsz majd, ha tudsz? Persze, mondta Irvine. Az még egyszer nem történhet meg, tudod? Persze, hogy nem. Idd meg a teádat. Langley, 1990. március. A CIA moszkvai irodája fújt elsőként riadót. Delphi nem jelentkezik. 89. decemberre óta nem jelentkezett. Jason Monk az íróasztalánál ülve töprengett a beérkező és megfejtés után nyomban elétett jelentések fölött. Az első megijesztette, a többi lassanként az őrületbe kergette. Ha Krugloff szénája még rendben van, akkor Krugloff felrúgja a szabályokat. De miért? A moszkvai CIA iroda kétszer is elhelyezte a megfelelő helyeken a megfelelő krétajeleket, így adva Delphi tudtára, hogy az egyik postaládában elhelyeztek valamit a részére.
Egyszer sem reagált. Elutazott volna? Külföldre helyezték? Ha igen, akkor fel kellett volna adnia a szokásos megnyugtató életjelet. Vagy éppen az ellenkezőjét. Baj van, segítsetek. De se ez, se az. Márciusra már nagyon úgy nézett ki a helyzet, hogy Kruglovot hosszú időre ledöntötte lábáról egy szívroham, vagy valamilyen súlyos betegség, baleset érte, vagy meghalt, vagy lekapcsolták. A gyanakvó természetű munkban felmerült egy másik, ugyancsak megválaszolatlan kérdés is. Ha Kruglovot lekapcsolták és kihallgatták, akkor mindent elmondott, ellenállni fölösleges, csak meghosszabbítja a fájdalmakat. Ha mindent elmondott, akkor elárulta azt is, hol vannak a postaládák, és melyek azok a krétajelek, amelyek tudatják a CIA-val, hogy mehetnek a küldeményért. Ha így történt, akkor miért nem használta a KGB ezeket a jelzéseket arra, hogy tetten érjen egy amerikai diplomatát? Kézenfekvő lett volna Moszkva számára, pedig diadal. Rájuk is fért volna, mert egyébként minden az amerikaiak szája íze szerint alakult. A kelet-európai szovjet birodalom recseget ropogott, Romániában kivégezték a diktátor Ceausescut, Lengyelország kiszállt, Csehszlovákia és Magyarország nyíltan fellázadt, a berlini falat előző év novemberében ledöntötték. Ha sikerült volna Moszkvában egy amerikait kémkedésen kapni, ennyített volna valamit a KGB megaláztatásán. De semmi sem történt. Monk mindebből arra következtetett, hogy két eset lehetséges. Az egyik az, hogy Kruglov eltűnése valamilyen baleset következménye, amire majd fényderül. A másik, a KGB azért hallgat, mert valamelyik szállítóját fedezi. Az Egyesült Államok számos tekintetben gazdag ország, egyebek közt az NGO néven közismert, nem állami szervezetekben is gazdag. Több ezer létezik belőlük. Alapítványok, kutatási alapok minden elképzelhető, némelykor dermesztően obskúrus témára. Vannak politológiai tanulmányokat támogató társulások, zseniképzők, mindenfélét fejlesztő egyletek és bizottságok. Akadnak közöttük, amelyek tudományos kutatásokkal foglalkoznak, mások jótékonykodással, megint mások egyetlen cél érdekében folytatnak propagandát, lobbiznak, újságcikkeket írnak, hogy a nagy közönség szerezzen tudomást arról a bizonyos célról, vagy hogy töröljenek el valamit. Csupán Washingtonban 1200 ilyen szervezet működik, New Yorkban még ennél is több ezerrel, és mind rendelkezik valamilyen pénzügyi forrással. Egyesekét legalább részben az adódollárokból csípik le, mások az iparból vagy a kereskedelemből származnak. Megint mások valamilyen örökségből, esetleg fantaszta, filantróp, vagy éppenséggel elmeháborodott milliómosoktól. Nyugalmas színekúrát biztosítanak a tudósoknak, politikusoknak, volt követeknek, jótétlelkeknek, nyüzsgöncöknek és néhány monomániásnak. Két dolog azonban mindegyikben közös. Elismerik, hogy léteznek, és van valamiféle központjuk. De azért van egy kivétel. Talán zárt jellege tagjainak csekély száma, e kevés tag válogatottsága és az egylet legteljesebb láthatatlansága miatt 1999 nyarán minden bizonnyal a Lincoln tanács volt mindközött a legbefolyásosabb. A demokráciákban a befolyás hatalom, a nyers erőszak, letartóztatás, fogvatartás, kínzás, titkos bűnvádi eljárás, ítélet és bebörtönzés csak a diktatúrákban törvényes. Következésképp a demokráciákban a nem választottak hatalma attól függ, milyen mértékben tudják befolyásolni a választottak gépezetét. Ez többféle módon is elérhető. A közvélemény mozgósításával, sajtóhadjáratokkal, kitartó lobbizással, vagy közvetlen anyagi hozzájárulással. Legtisztább formájában azonban ez a befolyás csupán egy halk tanács, amit egy olyan ember súg a hivatalra választottak fülébe, akinek tapasztalata, tisztessége és bölcsessége kétségbe vonhatatlan. Úgy nevezik elfelejtett megjegyzés. A saját létét tagadó láthatatlan Lincoln tanács önfeltartó volt, és a tagjai annak szentelték magukat, hogy sorra vegyék és megvitassák az aktuális témákat, és hogy végül megoldásokat illetően közös nevezőre jutsanak. Tagjai kiválósága és azon tagjai folytán, akik a hivatalosak legfelső köreibe is bejáratosak voltak, a Lincoln tanácsnak minden valószínűség szerint
nagyobb tényleges befolyása volt, mint bármely más állami támogatást élvező szervezetnek, vagy akár többnek is együttvéve. Jellegét tekintve angol-amerikai volt, eredete pedig abban a balsósban tanúsított mély összetartozási érzésben gyökerezett, amely még az első világháborúból datálódik. Noha a tanács a 80-as évek elején közvetlenül a Falklandi háború után alakult meg, egy elegáns washingtoni klubban rendezett vasarán. Csak meghívottakat fogadtak maguk közé, és csak olyanokat, akiknek az addigi tagok bizonyos képességeket tulajdonítottak. Ezek között olyasmik szerepeltek, mint a nagy tapasztalat, az abszolút felhetetlenség, a bölcsesség, a tökéletes titoktartás és a bizonyított hazafiság. Ezen túlmenően, aki közhivatali posztot töltött be, annak le kellett köszönnie, hogy ne élhessen vissza közvetlen befolyásával. A magánszférában az illetők megmaradhattak vállalatuk kormányrúdjánál. A tagoknak korántsem volt mindegyike gazdag, kettejük vagyonát azonban személyenként 1-1 milliárd dollárra taksálták. A magánszférában tevékenykedők között voltak kereskedelmi, ipari, finanszírozási szakemberek, bankárok, tudósok, volt közszolgálatiak, között államférfiak, diplomaták és magasrangú köztisztviselők. 1999 nyarán a társaságnak 6 brit tagja volt, köztük egy nő és 34 amerikai, köztük 5 nő. A tagok szakterületüknek megfelelően időnként szakmai megbeszéléseket folytattak. Általában középkorú vagy idősödő emberek voltak. Kevesen rendelkeztek 60 évnyinél kevesebb élettapasztalattal. A legidősebb, egy mag egészséges 81 éves férfi volt. A tanács Amerika legnagyobb elnökéről kapta a nevét, és erkölcsi világképe is az ő szavaira alapozódott. A nép kormányát, melyet a nép érdekében működtet, földi hatalom el nem emészti. Egyszer találkoztak évente, valamilyen nagyon eldugott helyen, a megállapodás szerint ártatlannak tetsző telefonok útján értesítették egymást. Mindig valamelyik tehetősebb tag volt a házigazda, aki sosem hárította el ezt a megtiszteltetést. A találkozás helyszínéig a tagok a maguk körcsére utaztak. Onnantól már vendégek voltak. Wyoming északnyugati csücskében van egy mind közönségesen Jackson Hole-ként emlegetett völgy, amely az első prémvadászról kapta a nevét, aki volt olyan karakán, hogy ott teleljen át. A völgyet nyugaton a Teton-hegység magaslatai szegélyezik, keleten a Gros Ventre, északon pedig a Yellowstone Park zárja le. Déli irányban a hegyek mind szorosabbra zárják a völgyet, keskeny kanyonjukból tajtékot hányva tódul ki a Snake River. Jacksontól, a kis síparadicsomtól északra, a 191-es országút a reptér mellett elhaladva, egyenesen a Morani elágazásig fut, onnan tovább Yellowstone-ba. Közvetlenül a repülőtér mögött terül el egy Moose nevű falucska, ahonnan egy kisebb út viszi a látogatókat a Jenny-tóhoz. Ettől az országúttól nyugatra, közvetlenül a Tetonok tövében két tó hullámzik, a Bradley-tó, amelyet a Garnet kanyon vizet táplál, és a Taggart, amelybe az Avalanche kanyon hordja a vizet. Mindkettőt csak keskeny ösvények el lehet megközelíteni. A két tó közötti földterületen, amelyet hátulról a Tetonok meredek fala határól épített, egy fél négyzetkilométer területű nyaralótanyát egy Saul Nathanson nevű washingtoni bankár. A tanya elhelyezkedése a legteljesebb zavartalanságot garantálta a tulajdonosnak és vendégeinek. Elől az ösvények a ranch szintje alatt futottak, maga a ranch egy kis fennsíkon állt. A megbeszélésnek megfelelően az első vendégek szeptember 7-én érkeztek a Colorado állambeli Denverbe, ahol Nathanson már várta őket. Az ő privát grommánja szállította őket a hegyeken át a Jackson repülőtérre. Ott átszálltak Nathanson helikopterébe, és 5 perc múlva már a ranchon voltak. A britek a keleti parton már túlestek a hivatalos formaságokon, így nekik sem kellett a Denveri reptér központi épületébe belépniük. A kandiszemektől messze-messze szállhattak át másik gépre. A ranchon át 20 háromszobás faház is,
Meleg, napos idő lévén, hűvös csak napszálta után volt, sok vendég üldögélt a faházak verandáján. Az ételeket, a konyha kitűnő volt, abban a hatalmas faépületben tálalták, amely az egész komplexum középpontjában állt. Étkezés után leszették és átrendezték az asztalokat, hogy ülésezni lehessen. A személyzet Netanzen alkalmazottjaiból állt, csupa tökéletesen megbízható, az eseményre ideutaztatott ember. A még nagyobb biztonság kedvéért kempingezőknek álcázott, magánőrség táborozott, ranchoz vezető emelkedőn, hogy visszafordítsák az esetleg arra tévedő turistákat. A Lincoln tanács 1999-es konferenciája 5 napig tartott, és úgy ért véget, hogy senki illetéktelen nem szerzett tudomást, sem a vendégek érkezéséről, sem ott tartózkodásáról vagy távozásáról. Sir Nigel Irvine megérkezése délutánján kicsomagolt, lezuhanyozott, könnyű pantallót és pamut inget öltött, és kiült a ház előtti fenyőparlós verandára. Lakótársa, aki ekkor még nem jött meg, az Egyesült Államok egyik volt külügyminisztere volt. Innen a verandáról jól látta a többi vendég egyikét másikát, akik egy kis mozgással igyekeztek felfrissíteni magukat. Jól esett a séta a fenyőligetek és nyíresek között, a tavak felé lejtő ösvényeken. Irvine néhány perces nézelődés után megpillantotta Lord Carringtonnak, a britek volt külügyminiszterének, a NATO volt főtitkárának szikár, madárszerű figuráját. Charles Price-szal, a bankárral sétált, aki minden idők legnépszerűbb és legeredményesebb amerikai nagykövete volt, a Court of St. James-ben. Irvine Carrington külügyminisztersége idején volt a titkosszolgálat főnöke, Carrington tehát a főnöke volt. A 193 cm-es amerikai szinte udatornyos volt az angol főnemes fölé. Valamivel távolabb Saul Netanzen a házigazdasit kérdezett egy padon Elliot Richardsonnal, az amerikai bankárral, aki korábban a szövetség főügyészi posztját töltötte be. Bal felül Lord Armstrong, korábban kabinetminiszter és a honi közhivatali szolgálat vezetője, kopogtatott annak a faháznak az ajtaján, amelyben Lady Thatcher még a kicsomagolásnál tartott. Újabb kelepelő helikopter érkezett a leszállóhelyre. George Bush az Egyesült Államok volt elnökét hozta. Henry Kissinger ex-külügyminiszter fogadta. A középponti faház közelében álló asztalnál egy másik, korábbi nagykövet, a brit Sir Nicholas Henderson ült, Sir Evelyn de Rothschild, ismert londoni pénzember és bankár társaságában egy fehér kötényes pincérnő teát szolgált fel nekik. Nigel Irvine az 5 napos konferencia kezében tartott napirendjére pillantott. Ma este semmi. Holnap a tagság a szokásos módon 3 szekcióra bomlik. Geopolitikaira, a stratégiaira és a gazdaságira. 2 napon át külön tanácskoznak. A 3. napot az általuk előterjesztett vélemény megvitatásának szentelik. A 4. napon teljes ülés, ennek a 4. napnak a vége felé kért és kapott egy órát. Az utolsó napot a további teendők és az ajánlások megbeszélésének szentelik. A tetonok lejtőit borító sűrű erdőben párját keresve elbődült egy magányos jávorbika. Közelgett a rigyetés időszaka. Fenn a magasban egy fekete szárnyvégű halászsas sodortatta magát a széllel a Snake felé, dühösen víjogott, mert egy fehér fejű rétisas behatolt a területére. Idilli táj, gondolta az idős kémfőnök, csak az az éjfekete gonoszság csúfítja el, amely az Oroszországból származó dokumentum rejt magában.